Több éves jól működő baráti kapcsolat van a Makói és a Lőbaúj gimnázium között. Ez teszi lehetővé azt, hogy évente találkozzanak egymással a két iskola diákjai. Az egyik évben a Németvárosban, a másikban Makón találkoznak. Most a helyi gimnázium volt a soros. Az együttműködésről a projekt Lőbaúj pedagógusát kérdeztük. 2004-ben írtuk alá ezt az együttműködési szerződést, és azóta rendszeresen találkozunk. A középpontban mindig valamilyen művészeti tevékenység áll, mindig az adott iskola találja képen azt, hogy az adott héten mi legyen az a központi téma, ami köré csoportosul ez az együttműködés. Ezen kívül a programban lehetőség adódik arra is, hogy a város környékét megismerhessük. Lőbaúban például a makóiak mindig megnézik Dresdát és az ottani környéket, a nevezetességeket. Amikor mi vagyunk itt, a programba mindig beleépítik például Ópusztaszert, meg szoktuk nézni a feszti körképet, az idén pedig Szeged nevezetességeit csodálhattuk meg. Már ez a negyedik alkalom, amikor itt lehetünk, nagyon élvezzük az itt eltöltött időt, tudjuk, hogy milyen sok munka van emögött, hogy egy ilyen hetet le lehessen szervezni, az előkészítésben is nagyon sokat dolgoznak. Nagyon örülünk annak is, hogy mindig vannak olyan tanulók, akik befogadják a vendégdiákokat egy hétre. Jövőre a 10 éves együttműködésünket ünnepeljük majd, nagyon várjuk majd a makói diákokat, és bízunk benne, hogy egy nagyon jó programot tudunk összeállítani, és együtt izgalmasan tudjuk eltölteni ezt az időt. Wir erwarten dazu wieder die Kollegen und die Schüler aus Mako, und es wird bestimmt ein schönes Jubiläum geben nächstes Jahr. Az idei választott téma, amiköré a foglalkozásokat építették, a Dél-Alföld természeti kincsei voltak. Így adódott lehetőség arra, hogy közösen dolgozzanak, alkossanak a diákok. Ennek kapcsán is, hogy megnézzék a hely és a környékbeli nevezetességeket. Szeretjük megmutatni a városunkat, szeretjük megmutatni a városunk nevezetességeit, illetve a Dél-Alföld, tehát természetes ugye Csongrád megyébe Szeged, de Békés Csaba, Gyula környékére, szerintem említették Ópusztaszert, tehát a Nemzeti Történelmi Emlékpark mindenképpen egy érdekes látnivaló, illetve korábbi években többször mutattunk mesterségeket, söprű kötést, például szígyátó mesterséget, fazekasságot, gyártás közben bemutattuk ezeknek a mesterségeknek fogásait, ami érdekes volt, az hiszem a fogadó gyerekeknek is, tehát a magyar gyerekek sem minden nap látják, hogy hogy kell söprűt kötni, és a németeknek is. Ott olyan mesterségeket próbáltunk bemutatni, ami nem annyira közismert, és hát érdekes lehet. A lőbaújak hétfőn érkeztek, és a projektben kiválasztott diákok családjainál szállásolták el őket. Hát ha igaz az, hogy az Európai Unió állampolgárai vagyunk, akkor jó megismerni ezt az Európai Uniót, és ennek része, sőt nagyon nagy része, központi része Németország. Tehát ez a kapcsolat az európai népek közül a legnagyobb népességgel való kapcsolat egyúttal, legalábbis az Uniót tekintve. Tehát ilyen praktikus haszna is van. A másik praktikum az, hogy a német nyelvet Közép-Európában nagyon sokan beszélik, az előbbi okok miatt, és mi tanítjuk második idegen nyelvként. 4 nyelvet tanítunk, de az angol mögött a második legnépesebb választott idegen nyelv a német, tehát ez egy alkalom arra, hogy kipróbáljuk, mit tudunk németből, mit tudunk németül, illetve hát akár megyünk, akár fogadjuk a gyerekeket, akkor ezt tudjuk használni. Annál is inkább, mert családoknál helyezzük el a gyerekeket, tehát magyar családoknál, és a magyar gyerekek is német családoknál vannak. Magyarul egyedül vannak a reggeli-esti órákban, illetve azzal a társal, aki fogadja őket. De ennek is megvan a maga praktikuma, 2 dolgot is tudok mondani. Egyrészt a családok, tehát anyukák, apukák viselkedése, fogadása, esetleg testvérkék, tehát betekintést ad egy családi életbe, másrésztről meg olcsó. Tehát szállást nem fizetnek, én nem fizetünk, következésképpen azt hiszem, ezt nem is kell nagyon ragoznom, praktikus.